Nógrád megyébe látogatott a mai napon Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter abból az alkalomból érkezett szűkebb hazánkba, hogy két nagyobb volumenű beruházást jelentsen be. A Salgó-Tarjáni Fort Bowes ZRT-nél több mint 500 millió forintos, még a Bátony-Terenyei KTS Metal Technik Kft-nél 450 milliós fejlesztés valósul meg. Szijjártó Péter ismertette, mindkét cég esetében a kormány több mint 200 millió forinttal támogatta a projekteket. Köszönöm a meghívást ide Bátony-Terenyére. Zsolt barátom azzal kezdte, hogy a 2010 nem volt régen, mégis hajlamosak vagyunk megfeledkezni már azokról a vitákról, küzdelmekről, harcokról, amelyeket azóta vívtunk. Érdemes visszagondolni arra, hogy 2010 és 2022 között milyen növekedési és fejlődési pályát írt le a magyar gazdaság, ugyan eljutottunk Európa szégyenpadjától az európai élvonalig. Ugye itt a kulcsot az jelentette, hogy egy munkaalapú társadalomra koncentráló gazdaságpolitikai stratégiát választottunk magunknak, ahol is segélyért munkát adunk az embereknek, a vállalatokat pedig támogatjuk abban, hogy minél több embert alkalmazzanak. Tehát az embereknek a munka, a vállalatoknak pedig a beruházás jelenti az előre lépés lehetőséget.